Sok szeretettel üdvözlök mindenkit, aki a hangszereket és a gitározást kedveli. Egy különleges hangszert szeretnék nektek bemutatni, ami számomra leginkább azért különleges, mert félig meddig az én gyermekem. Ő egy Boldog Csabi által épített Stratocaster, aminek annyi története van, hogy egy autó lerobbanás kapcsán egy piros lámpánál kényszeredetten eltöltöttünk közösen egy negyed órát, amikor én megnéztem az egyik hangszert, ami nála volt. Aztán meséltem, hogy mennyire nyűgös dolog sok hónapra elmenni hangszerekkel, hogy mindig van valami baj a gitárokkal, mindig javítgatni kell valamit, tehát ezek a sorozatgyártott hangszerek nem igazán tökéletesek, és akkor egyfajta kihívásként értékelte ezt a dolgot, és megállapodtunk, hogy megpróbál építeni egy olyan hangszert, amivel soha nem lesz talán bajom. Illetve kiküszöbik a Stratocastereknek azon hibáit, amik számomra nem annyira szimpatikusak. Lehet, hogy ez csak nekem gond vagy probléma, de mégiscsak foglalkoztunk ezzel. És elkészült sok-sok hónap munkájával ez a gitár. Gyakorlatilag én azt kértem, hogy próbáljunk a tradicionális faanyagokra támaszkodni, tehát a test az egy égertest, a nyak az egy juhar, mint látjátok, szép csíkos, rózsafa fogólap van, de nagyjából ennyi a közös a Stratókkal, ugyanis szélesebbre van húzva nyak egy picit, nekem elég nagy kezem van, én szeretem, ha kényelmesebben elférek, és le tudok szép tisztán fogni itt is egy ádót, nem ez a megoldás, mint az esetleg szűkebb nyakú gitárokon. A rádiusz az 14-es, tehát aki a tradicionális 7,25-öt vagy a 9-es feles rádiusz szereti, annak ez egy nagyon lapos fogólap. Ugyanakkor meg szerintem a nyújtások sokkal tisztában abszolválhatók ezzel. Úgyhogy én úgy hiszem, hogy jól döntöttem. Kértem, hogy a pálca a test felől legyen állítható. Tehát ne kelljen speciális imbusz kulcs hozzá, hanem akár egy tüskével, bármilyen körülmények között viszonylag gyorsan, túrok leszedése nélkül, nyak lelazítása nélkül gyorsan tudom állítani. Réz a nyereg, nagyon tetszik. Egy érdekes tremoló került a gitárba, ez az Ibanez cégnek az egyik tremolója, szinkronizérnek hívják, és a felső kategóriás SA szériában építik ezt a tremolót be. Mint látjátok, egy külön csavarral finom hangoltuk, tehát nem a klasszikus csavarhúzós megoldás kell hozzá, illetve van egy ütköző, amivel be lehet állítani, hogy meddig mozdulhasson a tremoló tőke. Mint ha már megfordítottam, látjátok, itt van egy elvékonyítása a testnek, és még itt van egy ív kiképezve. Tehát igazából nem, mintha én nagy virgagép lennék, de egész magasan is gond nélkül jól lehet gitározni. Egy nagyon picit másabb itt az íve az elvékonyítása a testnek. Azt kell mondjam, hogy nagyon elegáns lett. Kifejezetten szemnek is jól esik, illetve itt megmondom őszintén, hogy tökéletes. Az elektronika egy Melczer Zsolt nevű gitáros kollégánktól származik. Ezúton is köszönöm neked, Zsolti, hogy korrekt áron átadtad. Két Kinman zajmentes single coil van, beépítve, illetve egy Seymour Duncan humbucker. Azt hiszem ez TB4-es.
és van itt egy nyomógombos kapcsoló, amivel tudom felezni a handbakert. Gotos atupulcsok vannak rajta, és azt hiszem mindent elmondtam róla. Számomra olyan, mintha a gyermekem lenne egy picit, és kifejezetten úgy érzem, hogy nagyon-nagyon jól sikerült gyermek. Ami még érdekes, hogy Csabinak mondtam, hogy hagyjon a nyakban minél több anyagot. Tehát, hogyha valaki egy kecses nyakhoz van szokva, akkor neki ez túl vaskos, de nekem igazából egy fél óra gitározás után már ez a természetes, nagyon-nagyon bevált. A tremolóval van egy trükk, amit a Csabi imádott. Itt van egy kis csavaros csavar, tehát ami egy ilyen kézzel kicsavarható eszköz. És úgy kell oktávot állítani, hogy ezt a kicsavart csavart ide betesszük, becsavarjuk, és egész pontosan fellazítva a húrlábat szépen finoman be lehet állítani. Csabinak ez volt a kedvence. Ami még érdekes, hogy ez egy csapágyazott tremoló, tehát annyira finoman mozog, hogy szerintem egy vintage tremoló szokott ember ezen nagyon, valószínűleg nagyon-nagyon elcsodálkozna. Ezen kívül, ami még érdekes, hogy két grafit merevítés fut végig a pálca mellett, tehát valószínűleg ez egy nagyon-nagyon-nagyon stabil nyak, nagyon sokáig ki fog szolgálni. Rozsdamentes acélbundok, amit szintén kértem, mert az intenzív használat miatt ugye kiárkosodnak a puhább anyagok. Megmutatnám, hogy szól a gitár. Nyakpikap. Nyak és középső. Középső. Humbucker felezve is a középső. Felezett húrláb. Humbucker. Humbucker is középső. Remélem, hogy átjön a felvétel. Egyébként egy tranzisztoros Fender Deluxe 85-ös erősítő van bemikrofonozva. Nagyon remélem, hogy halljátok, hogy körülbelül.